Egy oszlopfőnek egy darabja, ő kifagyott, és elkezdett mozgolódni a város, és a sajtó is felkarolta, úgy általában a média, hogy ösztönözték, hogy ezt a szobrot jól lenne restaurálni. A kezdeményezést a román és a magyar kormány is felkarolta, vállalva, hogy fele-fele arányban finanszírozzák a munkálatukat. Erre közbeszerzési eljárást írtak ki, a pályázaton Kolozsi Tibor is részt vett, de nem az általuk benyújtott ajánlatot fogadták el. A pályázat megtörtént, kiderült, hogy a nyertes cégnek nincsen ilyen embere a bronz részek restaurálására, és akkor megkeresett engem a generál kivitelező, hogy lenne kedvem ezt a munkát vállalni. A munkálatoknak végül 2009-ben fogtak neki. Annak ellenére, hogy nagyon alapos előtanulmányok készültek a kivitelezési tervek elkészítése előtt, akkor, amikor hozzáláttak a felújítási munkához, akkor kiderült, hogy változtatni kell a javasolt műszaki megoldáson. Nem volt szándékunkban szétszedni a műemléket, mert nem gondoltuk, hogy ennyire rossz állapotban van a posztamens mag szerkezete. De mikor ez kiderült, akkor a szobrokat is el kellett távolítani, és egészen új hozzáállást kellett kialakítani. A vezérek alakjait így leszették az alapzatról, a lovas alakot meg egy fémszerkezete emelték fel. Így a restaurátorok már hozzáférhettek az alapzathoz. Közben kicserélték a lovat belülről összetartó csavarokat is. A munkálatokkal végül tavaly novemberre végeztek, a tervezett egy év helyett 16 hónap után. A restaurátorok tavaly novemberben egy időkapszulát is elhelyeztek a ló belsejében az utókor számára. Leveleket, rajzokat, költeményeket és könyvet a mai sajtónak, közéleti napolapoknak, éppen a mai dátumhoz kötődő kiadásait, filmet. Sajtó. Ez is mai sajtó, ugye? Kis hely. Mindannyian örvendünk, hogy a szobor látható, mert két évig fel volt állványozva, és azt tapasztalom, hogy a Kolozsvár polgárainak is egy újdonság, mint hogyha most került volna ez a szobor ide a köztérre. A felújított szoborcsoport ünnepélyes leleplezésére egyelőre nincs hivatalos dátum, de egy interneten terjedő felhívás ma délutánra egy egyedi eseményre szólította a kolozsváriakat. A résztvevők a magukkal hozott fehér vásznakkal jelképesen avatták el újra Fadrusz János alkotását.